Immár 20 éve minden augusztusban elindul 100 autó a magyar borvidékekre. Ez a Magyar Borok Útja Rally az ország legnagyobb társasági autóversenye. Stúdiónkban üdvözölhetjük azt a televíziós személyiséget, aki gyakorlatilag minden versenyen elindult, és mindegyikről tudósított is. Köszöntöm Paul Rillát, a Hatos csatorna főszerkesztőjét. A legelejétől részt veszel a Magyar Borok Útja Rallin. Ha jól tudom, ez a 15. alkalom volt már. Mi a titka ennek a vonzódásnak? Tulajdonképpen nem tudom. Az az igazság, hogy 15 éve én mindig dolgozni megyek, de mégis alig várom az augusztus végét. Előre be van tervezve. Jó a csapat, jó a társaság, gyönyörű tájakon megyünk, finom borokat kóstolunk. Mi kell még? Mi is ott voltunk a rajtán, tekintsük meg. Köszöntök mindenkit a 20. Magyar Borok Útja Rallin, egy jubileumi rendezvény, amely felhívja a figyelmet a magyar vidék értékeire, a kiváló magyar borokra, borkiválóságokra, pincékre, a borvidékekre, és a vidéket erősítse azáltal is, hogy a turizmusban a vidéki tájak értékeiben rejlő lehetőségekre felhívja a figyelmet. Ezennel a rallit megnyitom. Büszke vagyok arra a csapatra, ami mögöttem áll és segített megszervezni ezt a rendezvényt, illetve hát picit meg is vagyok hatódva, megmondom őszintén, mert csodálatosnak tűnik jelen pillanatban a szervezés állása, és azt gondolom, hogy izgulnom is van miért, hiszen 19 rendkívül sikeres évet kell valahogy egy picit még felülüberelni. Lilla, én úgy láttam, hogy nagyon sok híres ember részt vesz ezen a versenyen. Miniszterek, sztárügyvédek, színészek, és nagyon sok olyan közismert ember, akit jól ismernek a kedves nézők, akit jól ismer az egész ország. Hogy lehet ennyi hírességet rávenni arra, hogy napokig együtt rólják az országutakat? Azért ez nagyon jól kivont a lába ez a verseny. Jó arányban van az autózás része, a bor része, a játék része kitalálva, tehát mindenki számára nagyon-nagyon vonzó. Én azt hiszem, nem véletlenül olyan népszerű ez a játék. Ott voltam az elsőn, 20 évvel ezelőtt, a újdonság erejében hatott, akkor azt élveztem, most meg már egy kicsit más stílusú a verseny, de remek. Nem hagytam volna ki semmiképpen sem, mert hát ugye törzsgárdatag vagyok, úgy érzem most már, és hát címvédő. Igen, régebbi persze. Félnek tőlem a versenyzők, ez kétségtelen, de hát nem véletlenül. Nem indulok. Te nem indulok. Akkor miért vagy itt? Mert hát tízszer indultam, és most eljöttem búcsúztatni. De viszont a Bárándi család itt van. Ilyen rendezvény nincs, úgyhogy azért Bécsben is tartjuk ezt. Hogy készültél fel erre a rendezvényre? Az az igazság, hogy nekem apukám versenyző volt, rally versenyző volt, úgyhogy nagyjából tudom, hogy néz ki egy rally, úgyhogy annyira kellett készülnöm, hogy nyilván ugye utána néztem, merre megyünk, stb. Láttad itt a versenyzői összetételt, hogy kik vannak? Igazából egy jó társaságról beszélünk, és azt gondolom, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Mi nem is gondolkodunk, jövünk, gondolkodás nélkül. Honnan tudtátok, hogy van egy ilyen rendezvény? Én például tőle. Nekem pedig egy barátom ajánlott, hogy nagyon jó a verseny, és érdemes eljönni. Ez a 20. rally neked hanyadik? Végre egy olyan kérdés, amire nem azt kell válaszolnom, hogy stabil állapotban szállítottuk kórházba, úgyhogy ez a 10. rally, amin Orodán Sanyival a Szóvivői Egyesület színeiben elindulunk, és azt várjuk, amit minden évben, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Igazán fantasztikus ez a lelkesedés, de honnan jött ez az ötlet, hogy valaki egy ilyen boros versenyt rendez az országutakon? Az ötletet Regőci Attiláék hozták haza Franciaországból. Az első évben szerintem a cél még csak az volt, hogy egy csomagtartónyi bort összeszedjenek, aztán persze máshogy alakult a koncepció. És ez 20 éve azért most már minden éve meg tudják rendezni. Gondolj bele, 20 év alatt körülbelül 600 borászat fért bele, és hogyha kilométereket is összeadjuk, akkor majdnem a föld kerületét megtettük. Hát nem erősségem a matematika, de ez úgy 40 ezer kilométer. A földrajz, de én nem mondtam, hogy melyik szélességi fokon kerültük meg a földet. Hosszú lesz az útvonal, tehát 480 kilométert megyünk a mai nap,
de azt gondolom, hogy izgalmas feladatok lesznek, meg az utak kis és a táj is gyönyörű lesz, hogy a Tokaj környéke felejthetetlen, aztán megyünk vissza a Gajatetőre át, a Mátrán nagyon-nagyon jók lesznek. Az útvonal feladatok szerintem megújultak, megint egy picit maradtak, talicskát fogunk tolni, ma dobáljuk a dugókat, de lesznek autós ügyességi feladatok is. Ez egy verseny, így gondolom, hogy vannak szabályok. Nagyon szigorú szabályok vannak, de igazán egy fő szabály van, hogy mindenkinek tegeződni kell. Mindenkivel? Tehát, hogyha a jövőre mondjuk elindul Ferenc pápa is a versenyen, akkor őt Ferinek kell szólítani és tegezni kell? Hát adná Isten, hogy Ferenc pápa is köztünk legyen egyszer, de az egyszerűen a kis száz a vége. Az a lényeg, hogy bor mellett, jó társaságban bárkihez oda lehet menni, bárkivel szót lehet váltani, és értelmes a jó pofa dolgokról beszélgetni. Mi alkalmazunk, elnök úr is azt mondta, hogy ez a világ legdemokratikusabb rendezvénye. Ezt mi már magunk körül tettük az első rendezvény után. Szabályokkal tisztában vagytok? Végignéztetek mindent? Igen. Úgy ez be fogjuk tudni tartani, maximum sofőrt váltunk, és akkor én ihatok menet közben, hogy egy jó borra találunk. De eddig nagyon tetszik, nagyon jól érezzük magunkat, nem? Igen. Az még mindig nem teljesen világos, hogy hogyan jön össze a borozás és az autóversenyzés. Jól. Lehetne egy kicsit bővebben erről? Erről a kérdésről nem óhajtanék nyilatkozni, hallgassuk meg inkább, mit mondott róla a versenybiztonsági főnöke. Nézzük. Hát a helyzet az, hogy Magyarországon zéró tolerancia van, tehát vezetés előtt nem lehet alkoholt fogyasztani, ami azt jelenti, hogy egy fél deci, egy deci bor a szervezetbe nem jelent káros hatást, nem lehet kimutatni, de mégis tiltja a rendelet. De hát akkor 2-3-4 órának kell körbe eltenni? 10 percnek, az az igazság, hiszen a szervezet ilyen alkohol mennyiséget önmagában rögtön feldolgoz, és nem károsítja az idegrendszert, ami azt jelenti, hogy a járművezető vezetési képességére semmiféle hatásra, befolyással nincs. Ennél nagyobb mennyiséget kell elfogyasztani ahhoz, hogy na már kelljen várni ahhoz, hogy lebomoljon az alkohol. Én azt tudom mondani, hogy egy 2 órának, egy 2-3 deci bornál már 2 órának el kell tenni, hogy valaki autóba ülhessen. Itt van ez a könyveske a kezemben, amiben jó sok nyilacska meg számocska van. Ti ez alapján tájékozottok a versenyben? Igen, ez az itinerálásnak tényleg borzasztó bonyolultnak tűnik. De ennek alapján tényleg minden egyes pontra oda lehet jutni. Ebben van, hogy hány méter út kell menni, hogy jobbra kell kanyarodni, balra kell kanyarodni, milyen útszéli jel van, van-e sorompó, lámpa, templom, tájékozódási pont. De hát könyörgök, ezek szerint valakinek mindig ezt a könyvecskét, meg a kilométerórát kell nézni, és számolja a métereket? Igen. Hát, és a navigátor nem ihat? De ihat, csak akkor eltévedünk. De jó volt a bor. Ezt mindenkinek ezt kell csinálni. Ez a feladat? Persze. Hát nektek is ezt kell csinálni. Atya úristen. A Harsányi pincészetnek dűlőszelek tehát száraz furmintjai vannak, a Királyhegy, a Kútpatka, illetve a Ciróka, illetve van szárazsárga muskotájunk, ami ugye a szokásostól eltérő, mert mi egy elegáns formában szárazon palackozzuk a bort, illetve van késői születünk, aminek a bornak a neve az, hogy hízelgő. Nem érhatunk, úgyhogy... Igen, úgyhogy én most nem tudom ezt kipróbálni. Igen. De viszek egy, ki kell próbáljam. Ki na kell jó. Próbáljam, akkor na csináljuk. Lilla, én nem értem, hogy van az, hogy van, aki 3 napot végigvezet, és ez alatt a 3 nap alatt nem ihat. Nem kínzás ez? Persze, de ez nem csak a borról szól magáról, meg az ivászatról. Ezek szerint a bortúra alkoholmentesen is nagy élményt jelent? Igen. De én 15 év alatt olyan gyönyörű helyeken jártam ebben az országban, olyan gyöngyszemeket láttam, olyan tájakat, ahova életben nem jutottam volna el. Tudod, hogy milyen gyönyörű ez az ország? Hihetetlen. Ilyet még én sehol nem láttam. Ez egy helyi specialitás? Nem véletlen, hogy meglepődik rajta, igen, ez a pinceforma, amit itt lát, sok helyen nem található az országban, és az, hogy ezek egymás alá vált pincék, önmagában úgy gondolom, hogy kuriózum, nem hiába a népi építészet remegeiként vonult be a köztudatba, és 2002 óta ugye a világörökség részét képezi Tokaj hegy alján belül,
a gépince sor. A közösségi tereket hoztunk létre, filagóriákat építettünk, szalonosütőket, kovácsoltaspadokat, szemeteseket helyeztünk ki, és nagyon fontos, hogy játszóteret is építettünk a gyerekeknek. A Herceg úton azon kevés közösség közé tartozik, amelyik hisz egymásban és tesz is egymásért, és ez, amit a pince sorokon műveltek, hogy a világörökség részévé tették, és gondolom, hogy Hercegutat felírják újra a bor térképre és a gasztronómiai térképre, és nekem, mint a falu díszpolgárának hivatásom van és küldetésem van ezen a területen, úgyhogy ezért szívesen vagyok itt, jól érzem magam ezekkel az emberekkel, és hiszem azt, hogy az a munka, amit ide befektettek, az meg fog térülni. Hogyan fogadják a magyar borokat külföldön egy-egy megmérettetésen vagy egy bemutatón? Úgy gondoltam, hogy mindenképpen egyre ismertebbek és egyre elismertebbek a magyar borok is külföldön, és ami nagyon pozitív, hogy egyre több fiatal ismeri őket, egyre több pincészet van például itt is nyitva, egyre nagyobb az összefogásotok a borvidéken is, és szerintem nagyon sok számos hazai és külföldi borversenyen is nagyon szépen szerepelnek a magyar és a tokai borok egyaránt, tehát egyre többen fedezik fel ezeket a finom nedűket. Van ez a 2002-es hatputtonyos asszúbor, amely most lett Miskolc város bora például. Ez egy ilyen friss érem, amit szerzett magának ez a bor. Hát eleve a 2002-es kitűnő év volt, a hatputtonyos az pedig magáért beszél, úgyhogy érdemes megkóstolni mindegyiket. Akkor menjünk kóstolni. Melyik az a boruk, amire a legbüszkébbek? Nekünk az első ilyen nagy öröm az a 2012-es évjáratú száraz házrevelű volt. Gyakorlatilag a pincénknek ezt a kóstoló részét 2012-ben sikerült befejezni. Akkor tudtuk kialakítani így, hogy 60 férőhelyes pincerészt tudtunk kialakítani, és hát ennek talán azt mondom mondani, a koronájaképpen a 12-es száraz házrevelűt tudtuk feltenni. Hogy a klasszikusokat is idézzük, ugye a hupikék törvikekben van, hogy hát azért a törpök élete sem csupa játék és mese, hát ez a rally sem csupa játék és mese, hiszen a különböző állomásoknál mindig van egy-egy feladat, amit végre kell hajtani. Ezek mennyire nehezek? Hát ezek nagyon jó pofák, de nehezek is vannak. Valóban vannak visszatérő feladatok, játékos feladatok, ilyen például a hordógurítás, vagy célbadobás, szőlőfelismerés, borfelismerés, vannak tesztlapok, amiket ki kell tölteni, és természetesen vannak autós feladatok is, és ezeken belül ügyességek, illetve időmérő feladatok. Idén például először kronométerrel mérték a illetve a 10 másodperceket. Hát nézzük meg, hogy hogy volt ez. Le Mans-i rajtolású verseny, az azt jelenti, hogy a gomb lenyomására indul az óra, 17 másodpercre kell érkezni a 20 méteres távolságban levő fotocellához, autó állítja meg az időt, és minél közelebb a 17 másodperchez, ennyi a feladat. Tudjátok-e, hogy mi a feladat? Időre kell menni. Időre kell menni. Időre kell menni. De hogyan időre? Hogy nem lehet előzni, meg izé. Gyorsan menni. Meg gyorsan menni. Azért az nagyon látványos lehet, amikor 100 rally autó megjelenik egy kisebb faluban. Igen, nagyon szeretik az emberek, kiállnak sokan az út szélére, integetnek, segítenek, hogyha eltévedtünk, szóval aranyosak. Eltévedtek, tehát ez az itiner nem segít? Dehogy nem, de most gondolj bele, egész nap autózunk. Hogyha 2 percig nem néz bele a navigátor, nem 2 percig, sokszor, mit tudom én, 500 méterenként, vagy 200 méterenként, 20 méterenként már más jel van, ugye lehet tévedni, hogy csak, na szóval azért ez komolyan kell. Tehát feltalálták a GPS-t, azt nem lehet használni? Nem, a GPS abszolút nem. Először is, az itinerből az sem derül ki, hogy milyen városokon vagy falvakon mentünk keresztül, és el vannak rejtve benne kis pontok, pecsételőhelyek, amiket tényleg csak az itiner segítségével lehet megtalálni. Vagy úgy, hát az egészen más. Mi lesz a feladat? Szerusztok, betonjátékot fogunk játszani. A cél az, hogy minél közelebb kerüljenek a sárga golyóhoz, mikor megvolt a 3 dobás, utána lemérik a távolságot, mind a 3-nak a távolságát összeadódik, minden egyes centiméter távolság az 1 hibapontnak számít.
Mégis hogy áll össze a rally menetel? Ugye azt tudom, hogy sorra járjátok a pincészeteket. Igen, elmegyünk minden pincébe, az itinerben megnézzük, hogy mennyi időt kell ott eltölteni. Most kell vagy lehet? Kell is, lehet is, tehát minimum 20 percet kapunk egy helyiségre, vagy egy pincére, de lehet 30. Aztán az idő az vagy elég, vagy nem. Attól függ, hogy milyen. Kóstolgatjuk a borokat, kocintunk, játékos feladatok vannak, tesztet töltünk ki. De hogyha nagyon megtetszik, akkor 3 napig nem ragadhatsz be ott? Hát egy pincébe? Vannak egyébként egy pincébe, ott marad órákon keresztül, szó se róla. Na de viszont, hogyha nem tartjuk be az időt, akkor pontot veszítünk. Tehát ajánlatos 30 percen belül elindulni a következő helyre. Ez 8-10 ilyen pince látogatás jelent, ez nem túlfárasztó egy napra? De, nagyon. Kis versennyel készültünk, vagy feladattal önöknek. Háromféle szőlőfajtából kell kiválasztani a sárga muskotályt. A három különböző tálban háromféle szőlőfajta van, muskotály, formint és hársfeleli. Jó, hát mivel itt a darázs, szerintem ez a muskotályos, de megkóstolom. Nagyon jó vélekedik. Így van, ezzel legközelebb megkóstolom, de nem biztos. Az itiner szerint Tokaj volt az első nap programja, azért azt hiszem, hogy Tokaj még mindig ott van a világ élvonalában. Igen, de meg is érdemli. Ez az igazság, hogy csodálatos pincészetek vannak. Újak épülnek, a régiek megújulnak. Tényleg világviszonylatban ott van, és egyszerűen már nem csak magáról a borról szól, hanem ez egész egy turisztikai látványosság, turisztikai komplex élmény. De megfelelő szemlélet is kell ehhez. Igen, de ott meg is van. Hallgass csak meg! Hogy éld újra Tokajt, ez a szlogenünk. Ez azt jelenti, hogy tényleg kezdjék el az idejét, lelátogatók élvezni az egész hegyvidéket, élvezzék a borászatokat, és ez mi adunk egy nagyon pozitív hozzáállást, egy jó bort, meg szolgáltatásokat, tehát megszervezünk neked a szállásodat, a buszt, idén a kádármester, elviszünk a borecet manufaktúra, beviszünk más borászatokat, meg tudsz látni. Mi ebben segítünk, mert nyilván mi tudjuk, ismerjük ezeket a helyeket, ismerjük a jó éttermeket, a jó kézműves sajtost, a jó lekvárost, és ezeket mind összeszervezzük nektek. Úgy érezzük, hogy Tokajból van mit mutatni. Egy olyan borvidéken dolgozunk és gazdálkodunk, amely mint egy 1000 éves múltra tekint vissza, és a világ egyik legkülönlegesebb borvidéke. Mondom én ezt úgy, hogy járjuk a világot, és rajtunk kívülálló ítészek mondják a szemünkbe ezt. Azért különleges, mert ugye több vulkán, több mint 400 vulkán munkájával alakult ki ez a geológiai kőzet együttes, amin a szőlőterületeink fekszenek. Hihetetlen egyedi a mikroklímánk, ugye száraz, kontinentális klíma mellett, a mikroklíma nagyon egyedi, párás, humid ugye a bodrog és a Tisza közelsége miatt, tehát ez adja a lehetőségét a Bodrogtisznek, ugye az aszú képződésnek. 26 nemzetközi aranyérmet szerzett a Patricius Borház ez idáig világ legrangosabb borversenyein, és 2013-ban elnyertük a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címét, és a legfrissebb eredmény, ami nem régen született, az pont, hogy a New York-i borversenyen a Katinka késői születelésű borunk, ugye double gold, tehát dupla aranyérmet nyert magyarul, kategória győztes lett a több ezer késői szület között, valamint a Pesgőnk is aranyérmet nyert 2 fontos nemzeti borversenyen is. Ha jól belegondolok, ezen a rallin 100 autó megy egymás hegyén hátán, nem szokott torlódás lenni? Hát hegyén hátán nem, mert ugye egy perces időközönként rajtoltatják el nap mint nap a versenyzőket, és ezen kívül nem egy útvonalon megy mindenki, hanem ABC útvonalon kerülgetik egymást, tehát ilyen szempontból nincsen nagy torlódás vagy fennakadás. Hát most nagy forgatag van itt a pincészetben, ami nagyon jó dolog, de nem tudom, mennyire van ez így a hétköznapokon. Számomra teljesen új márkának tűnik a Hold Gölgy. Tulajdonképpen szinte teljesen igaz az új márka tekintetében, mármint ami a magyar piacot illeti. 2006-os volt az első születünk, de a magyar piacon 2014-es év májusától kezdtünk el borokat értékesíteni. Hitelességünkhez úgy gondoltuk, hogy hozzátartozik, hogy egy 42. születét megkezdő szőlésszel tevékenykedünk, és a lehető legjobb borásszal, jelen esetben Gincsei Tamással, a múltban Bere Stefani, valaki tavaly a borászok borásza is lett. Viszont a modern, mögöttünk húzódó borászati épület és az alattunk elhelyezkedő 1,8 kilométeres pincelabirintus felújítása elég hosszú időt vett igénybe, és kicsit hiteltelnek éreztük azt, hogy úgy
piacra lépni itt Magyarországon a borainkkal, hogy a pince maga nem látogatható. Így leginkább a külföldi piacokon értékesítettünk bort, Franciaország, Anglia volt leginkább az elsődleges terület, ahova kiküldtünk. De hát amióta a pince megnyitott a kapuit, természetesen folyamatosan érkeznek a vendégek, úgyhogy bár ekkora forgatag nem jellemző minden napra, de hál' Istennek már egy folyamatos nyitvatartásra át kellett érnünk ez miatt. Látom itt az első Mádi borháznak a borai, itt vannak a Szent Tamási pincészetnek a borai. Hogyan függ ez össze? Igen, egy picit pontosítanék, kizárólag a Szent Tamás pincészet által készített borok ezek. Az első Mádi borház címkével ellátott ételt is a Szent Tamás készítette. Ez egy idén nyáron debütáló sárga muskotája 2014-es évjáratból. Ez egy könnyű nyári friss tétel, ami nagyon alkalmas a mai grill ebédhez. Illetve már a közkedvelt sztár, a Mátfurmint, ami a település szintű bőre a pincészetnek, ezzel készültünk még rallira. Mire vagytok a legbüszkébbek? Melyik borotokra? A legbüszkébbre szerintem magára a koncepcióra lehetünk, ami minket jellemez, az integrációra, amit elértünk itt a településen, hogy Mádi szőlősgazdák terméseiből, most már 88 szőlősgazda terméséből készül a település szintű bor. Azt hiszem, hogy ennek kell lennie a leghatékonyabb dolognak. Bizonyára neked is feltűnt a felvételeken, hogy hatósági személyek is részt vettek a rallin. Ilyenkor ők inkognitóban indulnak, vagy hogy van ez? Nem, ők ugyanúgy versenyeznek, ugyanúgy jól érzik magukat, mint minden más többi versenyző. De te el tudod hinni, hogy nem feszélyezi ez a borosgazdákat, hogy az ellenőrző szervek csúcsvezetői ott vannak? Hogyan, Péter? Én csak a nébiknek hiszek. Úgy látom, hogy a borba, magába a borok minőségébe, megjelenésébe, és hát a pincészetek fejlődése hát rohamosan nő, egyre szebbek a borászatok, és a maguk a borok minősége is egyre inkább követi ezt, hiszen már régóta ott vagyunk az európai élvonalba, de úgy gondolom a környezetet is megteremtettük ahhoz, hogy bármikor gyakorlatilag külföldre, külföldi borokkal felvegyük a versenyt. Nagyon nagy változáson ment át az egész tokai borvidék, mondhatjuk, de talán, hogyha ez egy személyes véleményem lehet, akkor ez Mádra és Mád környékére különösen érvényes az elmúlt években óriási változáson ment. Tehát nem csak a bor minőségében, hanem a ráépülő egyéb kiegészítő területeken, tehát a gasztronómiában, a szállás sok területén, tehát azok a kiegészítők, ha úgy tetszik, akkor a teljes termékpálya rendszerét, amivel egy komplex program lebonyolítása válik lehetővé, de mindez a bor köré csoportosulva. Mint agrárkamara első alkalommal vesztek részt a rendezvényen. Milyen benyomásaitok vannak, és miért tartottátok fontosnak, hogy itt legyetek? Nagyon nagy izgalommal készültünk erre a versenyre, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának tagja minden olyan személy és gazdasági társaság, akik az élelmiszeripar, a vidékfejlesztés, a mezőgazdaság területén tevékenykednek. Ez a rally olyan csodás tájakon, vidéken visz körbe minket, egyrészt megismertethetünk, közelebb vihetjük a tagjainkhoz, így is a hagyományainkat, és szeretnénk rávilágítani arra, hogy a vidéki élet, a vidék megtartó ereje, az többek közt ebben is rejlik. A gazdálkodók, a vidéken élők ismerik a mindennapi nehézségeket, információt tudnak nekünk nyújtani ahhoz, hogy ezeket egy jogi környezetbe, egy gazdasági környezetbe helyezve a döntéshozók felé olyan javaslatokkal éljünk, ami az ő mindennapjaikat megkönnyíti. Szerencsére azért az távol van a hivatali munkánktól, pont ezért is jöttünk, azért ez egy kis kikapcsolódás is, de természetesen a szakmaiság azért most is itt van. Lilla, te rutinos versenyzőként és egy kicsit már borszakértőnként is elég jól ismered most már a magyar borok helyzetét. Én azt hallottam, hogy mostanában elég nehezen értékesíthetőek a nemzetközi piacon, pedig hát arról hallunk, hogy aranyérmeket nyernek a borversenyeken, díjakat kapnak. Hogy van ez? Ketté kell választani. Más az értéke, amikor kimennek egy fesztiválra vagy egy borversenyre, tényleg nagyon jól szerepelnek a magyar borok. Azonban nagyon kicsi a magyar bortermelői piac, kicsi a terület. Ezért tudnak nehezen föllépni külföldön értékesítés szempontjából. És ezért kell, hogy nagyon összefogjanak a magyar borászok egy borvidéken. Erre egy gyönyörű példáját láttuk például a mártrai borvidéken lévő borászok összefogásának. Hát akkor nézzük.
nem régen alapítottuk meg a Mátrai Borászok Egyesületét, ahol már 27-30 pincészet is jelen van és csatlakozott, és természetesen az a célunk, hogy a kultúrált bor kóstoltatást minél szélesebb körben megismertessük a magyar fogyasztókkal. Mi az, amit ide készítettetek nekünk kóstolóra? 10 fajta borral készültünk, ugye mindent szeretnénk az asztalra tenni, most így jelképesen is, tehát van egy nagyon szép gyöngyöző borunk, aminek Zsizsina neve, ez a lányomnak a nagymamáját hívták itt nekem, az anyósomat, de ez egy családi név, ez egy nagyon szép muszkát alapokra épülő gyöngyöző bor. Az abasári borok, ebből is az abasári orasz Riesling, az gyerekkoromtól kezdve megvan ez a kifejezés. Most is olyan jó még? Kiváló. Hát, mint ahogyan beszélgettünk sokszor róla, hogy a borászok élete nem egyszerű. Minden évben sokszor egetrengető dolgokat kell megtenniük, és minden évben megújulniuk. Az, amiért itt a Borbaráti Egyesület küzd évről évre, évtizedeken keresztül, az most ebben premierben bemutassa, hogy az abasári, illetve a mátrai borvidék abasáron keresztül milyen kiváló és sokat érdemlő helyszín lenne. Hogyha az emberek ezt meglátogatják, megkóstolják a borainkat, akkor meg fogják érezni. Tulajdonképpen 4 éve alakult meg az Egyesületünk. 4 éves hosszú munkának az egyik jelentős állomása volt ez az év, amikor is Leader Európai Uniós pályázatból ezt az épületet fel tudtuk újítani. Korábban ez orvosi rendelőként üzemelt, az Egyesület összefogott, és mivel orvosi rendelő volt, ezért a borrendelő nevet adtuk neki. Úgy gondoljuk, hogy a bor a léleknek és a testnek is orvossága, hogyha azt ügyesen. Mi az erősségük önöknek? Elsősorban az olasz Riesling, ez a basárnak a húzósbora. Gyönyörű, szép szőlőterületünk van, egy teraszos kialakítás, ahol van 3-4-6 méter terasz szintkülönbség. Déli lejtő. Az országban itt érzi magát legjobban az olasz Riesling, ebbe biztos vagyok. Nagyon sok fajtánk van, ez abból is adódik, hogy szőlőoltvány előállítással is foglalkozunk, ezért nagyon sok szaporítóanyagra van szükségünk, ezért nagyon sok fajtánkon. Közel 100 fajtával dolgozunk, de bornak kiemelkedően ugye az olasz Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, szürkebarát, muskotájfajták, Zweigelt, kékfrankos, Shiraz. Ezek a húzóerők. Ez mellett még vannak persze sok kis apró, és ezekből szoktam egy kis küvét készíteni. Az abasári olasz Rieslingnek régen nagyon jó híre volt. Aztán volt egy időszak, amikor egy kicsit ez megkopott. Mi azon dolgozunk, hogy újra visszategyük abasárt és a mátrai borvidéket és a borászok térképére, és ide várunk, visszavárunk mindenkit abasárra. Most 3 nap alatt 3 borvidéket látogattatok meg, az Egrit, a Tokait és a Mátrait. Aha. Te kinek ajánlanád ezt a bortúrát? Kinek érdemes benevezni? Hát elsősorban természetesen annak, aki szereti a bort. És te szereted? Nézd, 15 év alatt volt időm tisztelni és megszeretni a bort. Egyébként nem voltam nagyon boros, de nagyon finom borokat kóstolgatunk. Egyébként meg mindenkinek, aki szeret játszani, szereti a jó társaságot, szeret jó emberek között lenni, élvezi az életet, szereti a szép magyar tájakat, a jó pincéket, az érdekességeket, szóval mindenkinek. Hát ez valami csoda, ezek a modern borászatok. Hát volt, nem tudom már melyik borászatban, hogy menjünk le a présházba, és nekem megjelent ez a régi présház kép, és hát teljesen valami űrtechnológia. Volt az egyik borászat, annak úgy nézett ki a bemutatótart, mint egy patika, de végül is az is volt borpatika. Ez alatt a 10 év alatt is látszik, hogy mennyit fejlődött a szőlészet, a borászat, a vidék, mert ugye nem csak egy szőlészetet vagy borászatot látunk, hanem látjuk a környezetet, amíg oda megyünk, az utat, az infrastruktúrát. Nem is hiszem, hogy szavakkal el lehet mondani, hogy mekkora ez a változás. Gyönyörű pincék épültek, gyönyörű szőlőültetvények vannak, egyre kevesebb. Előfordul még, de azért egyre kevesebb a mondjuk úgy, hogy elhanyagoltnak mondható szőlőültetvény. Falvakon, amin keresztül megyünk, látszik a
fejlődés. Hatalmas minőségi előrelépés van a magyar boroknál. A borkiválósági program az, hogy egyre több elkötelezett borász, fiatal borászok is fantáziát látnak a szőlőtermelésben, a borkészítésben, ez rendkívül jó dolog, és látszik az, hogy nagyon jó borok vannak, érdemes rájuk fölhívni a borkedvelő közönség figyelmét, és ezáltal is elő akarjuk segíteni azt, hogy minél több bor fogjon. Mindig vannak olyan pincék, akik látják, hogy szükség van a marketingre, szükség van arra, hogy megjelenjenek, és szükség van arra, hogy megjelenjen esetleg 100 autó, 200 emberre, ahol ezeknek az emberek nagy része nem ekkor fogyaszt bort, és itt ez a rövidlátás, hogy nem az a lényeg, amit itt eladnak, hanem az, hogyha ezek közül 3-4-en visszajönnek különböző csapatokkal, vagy rendelnek ezekből a borokból, az egy hosszú távú kapcsolatot eredményezhet. Második nap mentetek Egerbe. A Bikavér városáról mik a borhírek mostanában? Hát Eger most már nem csak a Bikavér városa, hanem a csillagvárosa is. Persze, hát az egri csillagok. Nem csillagok, hanem csillag. Na szóval, amit még nem tudtál, hogy Egerben most a Bikavérnek van egy fehér megfelelője, és ennek az a neve, hogy egri csillag. Ez most egyébként Egerben a legnagyobb durranás. Ez egy pezsgő? Nem pezsgő. Ez a csillag pezsgő is lesz, de majd az csak később. Egerben rendkívül fontos a küvéborok, a házasított borok szerepe. Hát ugye a Bikavér, azt gondolom, hogy önmagáért beszél az egri Bikavér, mint név, de emellett néhány évvel ezelőtt a Borvidék létrehozta az egri csillag bortípust, amiben nagyon fehér borokból álló házasítás, és nagyon fontos, hogy a Kárpát-medencei fajták uralják a házasítást. Én egri csillagban utazom, tehát hogy én anno, amikor az egri csillag, azt hiszem, hogy 5 éve talán, amikor 5 évvel ezelőtt így berobbant és elkezdték, én akkor azóta próbálom figyelemmel követni az életét, és hát én nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy az idei egri csillag az mit tud, és hát hadd gratuláljak, mert most egy több pincészetet végigkóstoltam, és nagyon-nagyon-nagyon finom az itteni egri csillag. Elfogadatlanul azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerültek ebbe az évben a borok, annak ellenére, hogy a tavalyi év egy nagyon nehéz évjárat volt tekintettel arra, hogy az időjárás nem kedvezett a minőségi borkészítésnek, de köszönhetően a kiváló kollégáknak és annak a technológiának, ami rendelkezésre áll, és a jó minőségű alapanyagnak, én azt gondolom, hogy sikerült jó borokat csinálnunk. Ezt részben a fogyasztóknak a egyre növekvő száma, másodszorban pedig azok az elismerések, amelyeket a tavalyi évben sikerült a rozé és fehér borok kapcsán megkapnunk, és úgy látjuk, hogy visszaigazolják. Ez a csipkefehér, amit tartok a kezemben, sajnos nem kóstolhatom meg, mert én vezetek, de olyan finom illata van, hogy én még tényleg eddig, ez nekem az etalon fehér borban annyira finom, úgyhogy szeretnék majd vinni, mert meg kell kóstolnom. Na hát egészségetekre, egészségetekre. Láttam, hogy valamilyen lapokat adtok-kaptok minden állomásnál. Ezek mire való? Ezek tesztlapok, és általában a tesztkérdések azok borvidékekhez kötődnek, hogy egy picit azért az agyunkat is megmozgassuk, meg megismerjük azokat a borászatokat, illetve a tájakat, amiken keresztül haladunk, és hogyha rosszul válaszolunk, akkor hibapont jár érte. Na hát én nem voltam nest, kiírtam egyet, felolvasom. Magyarország 22 borvidéke közül melyik az a 3, amelyen több mint 8 egyenként, várjunk, mert azt sem tudom, hogy ez most borászati kérdés, vagy matematika, ezt honnan lehet tudni? Jó, kaptunk a verseny előtt egy nagyon vastag boros könyvet, amiben minden tudnivaló benne volt, hát azért ezt forgatni kell ahhoz, hogy hibátlanul lehessen válaszolni. Tehát ez egy olyan boros verseny, ahol a tudás szomjat is lehet oltani. Uh-huh. Van egy baktérkép Magyarországról, de vannak számozva a helyekről, és ne vannak sorolva a borvidékek. Ezeket kellene azt párosítani. Szárdas 15-ös. Még 10. Ezt beírtam már. Dél-Balaton. Dél 13-as. 5-ig. Badacsony. 4. 3. 2. 1. 6-os. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük tovább. 0-esnek hagyjatok el. Jó? Köszönöm. Sziasztok. Azt meg akartam kérdezni, hogy milyen autóval érdemes indulni ezen a versenyen. Én nem csak akartam, én meg is kérdeztem. Jó nagy csomagtere legyen, lehessen bele borokat pakolni. Mivel a sebesség itt nem fontos, a kényelem az inkább talán, a fogyasztás sem annyira lényeges, úgyhogy itt nagyon sok autó jó lehet erre a célra. Egyébként meg kell ismerni a személyiséget, amikor kocsit értékesítenek? Hát egyértelmű, hogy sok-sok kérdést kell föltenni, ami alapján
és ki tudjuk deríteni, hogy milyen autó a legjobb az ő számára. Akkor arra gondoltunk, hogy szponzoráljuk a Borokútja Rallyt ebben az évben, akkor többfajta koncepcióban is gondolkodtunk. Igazából amellett maradtunk, hiszen három márkát képviselünk, hogy a DS a különlegesebb, a Peugeot az üzleti, és a Citroën mint családi vonal külön jelenjen meg, és ezért hoztunk különböző gépjárműveket a különböző embereknek, hiszen Borokban is ugye különbözők vannak, a mindennapokra, a különlegesebbekre, a családi rendezvényekre, úgyhogy ezért próbáltunk meg a 10 autót, amit biztosítottunk a résztvevők részére, különböző fajtakat bemutatni, és bízok benne, hogy azok, akik ezekkel az autókkal mentek, azok elégedettek voltak vele, mind ahogy az egész rendezvényel, illetve a borokkal, úgy az autóinkkal is, úgyhogy remélem, hogy a jövőben is együtt fogunk tudni működni majd a Borokútja Rallyval, akár a jövő évben, akár a későbbi év folyamán. Ez mennyire verseny, ahogy egy barátom szokta volt kérdezni, ennek milyen sportértéke van? Hát nézd, egy hivatásos rally versenyzőnek gondolom meg se kottyan. Azoknak, akik elindulnak a rallin, egyik része nagyon komolyan veszi a versenyt. Egy másik része az szeret ott lenni. A harmadik része azt mondja, hogy oké, tartsam az időket, ne legyek az utolsó, valamilyen teljesítményt csináljuk, de akik úgy igazán versenyeznek, azok mindent elkövetnek azért, hogy ők az első 10-be, 5-be, 3-ba benne legyenek. Na uram, bocsánat, megnyerjék a versenyt. Egyenpólókat készülnek a borvidékekből, a borokból. Előre megtervezik az útvonalat, fölkészülnek a tesztekre, és az ügyességi versenyeknél is nagyon-nagyon oda teszik magukat. Tehát többségében komolyan veszik a versenyzők ezt a versenyt? Aha, na figyeld csak meg! Nagyon-nagyon hosszú felkészülési időszak előzte meg a versenyt. Fizikailag is és mentálisan is próbáltunk ráhangolódni, és úgy érezzük, hogy most már készen állunk a feladatra. Hát az első nap után picit lecsúsztunk az élmezényről. Előbb voltunk, de elég nagy volt a lemaradásunk, úgyhogy megpróbáltunk sokkal jobban koncentrálni minden feladatnál, és viszonylag keveset kockáztatni, és ez bejött. Tehát a második nap után, ha jól emlékszem, akkor néhány ponttal azért sikerült átvenni a vezetést. És próbáljuk ezt tartani a mai nap is. Én még nem néhány állomás van hátra, még jó néhány feladat hátra van. Megpróbáljuk ugyanezt hozni, mint tegnap. Hát tegnap mi úgy jártunk, hogy az utolsó helyszínen kellett volna menni egy ilyen pecsételes helyre. Egy picit késésben voltunk, pont azért, mert ez a borpatikába elájultunk időben is. És hát ott már lebontották az időmérőt, és nem tudtuk megcsinálni, és akkor kaptunk 1500 büntető pontot, amit itt Bárándi jogképviselő útján megpróbálunk jogilag rendezni, de egyelőre nem sikerült. Végül is ki nyer az, aki mondjuk legjobban gyűjti össze a 30 palackot, ezt hogyan számolják? Nem, hát aki a legkevesebb hiba pontot gyűjti, értelemszerűen ugye. Minden egyes hibáért pontokat lehet kapni, 100 pont, 500 pont, 1000 pont, késésért, csúszásért, stb. Másodpercek eltérésért. Egyébként nagyon sokféle díjazás van, mert van ugye a legjobb versenyző páros, akkor a legjobb női páros, akkor van olyan, hogy fair play díj, és van olyan, hogy régebben volt olyan, hogy csintevő kupája, sajnos ezt megszüntették. De miért? Mert a vicceket túlzásba vitték az emberek, tehát olyanokat csináltak, ami már egyáltalán nem volt vicces kézed, volt olyan, hogy mit tudom én, volt akinek a kocsiába beleöntöttek két zsák krumplit. Akkor volt olyan, hogy éjszaka körbe tekerték powerfix-el, vagy körbekenték zsírral, tehát nem tudtak elindulni másnap a kocsik, és egyéb vicces dolgok is voltak, szóval a rendezőség úgy gondolta, hogy ezt hát akkor ebben is nagyon kreatív volt a csapat. Kinek mi a feladata? Ki navigál, ki vezet, ki oldja meg a tesztlapokat, ki csinálja az ügyességi versenyeket? Én vagyok a Mitfaren, úgymond, úgyhogy a kolléga pedig általában a feladatokat gyűjti össze. Szerintem nagyon jó csapatként tudunk dolgozni. Egy csapat vagyunk, két külön autóban, de mind a két csapat, tehát a két autó próbálja a legjobb eredményt kihozni. És tényleg nagyon jó szöveg volt, hogy a fiatal nemzedék kihívja a fogatlan oroszlán. Hogy az eredménylistát látjuk, akkor látjuk, hogy hát nem a versenyzés az első számotokra. Természetesen nem a versenyzés, nem állunk elől, így igaz. Készültünk annak ellenére, hogy tudtuk, hogy ez egy komoly verseny, és itt azért inkább a részvétel a fontos. Nagy kihívás az a három nap mindenki számára, azt gondolom.
Mi volt az, ahol elcsúsztatok, vagy az itinerbe, vagy az útvonalba, vagy akármi? Mind a kettőben, és állandóan. Egyébként az történt, hogy nézegettük a tájat, mert az sokkal szebb volt, mint az itinert nézni, ezért aztán mindig túlmentünk. És teljesen meglepő és gyönyörű vidékeken, gyönyörű pincészetekben, modern és hagyománytisztelettel megépített pincékben jártunk. Csodálatos élmény, annak ellenére, hogy sokat járunk erre a vidékre, mindig meglepetésként szolgál újabb-újabb pince látogatás. Három nap alatt 30 pincészetet jártatok végig. Fel tudnád sorolni ezt a 30-at így fejből most? Egész biztos, hogy nem, meg igen. Szóval mindegyikhez köt valami élmény. De az biztos, hogyha a kezembe veszem azt az üvegbort, kibontom, megkóstolom, akkor az a sok-sok kedves emlék az előjön. Amikor megérkeztünk erre a birtokra, akkor először a méretek nyűgöztek le, aztán amikor ide bejöttünk a pincébe, akkor nem csak a méretek, hanem az elképesztően finom illat. Minek köszönhető? Valóban ez egy impozáns pince, és belül is hatalmas terek és számtalan hordó van. És a hordó. Új hordókat használunk, amelyeket belülről finoman megpörkölnek, ahhoz, hogy ezt az aromavilágot átadja a bornak később. Ezt érezzük, a finom új fát, a pörkölt fát, és természetesen lélegzik a bor a hordóban, tehát azért párolog is az, és ennek az egyvelege csodálatos. Két bort lehet kóstolni a pincészet, vagyis ezen a részen, a dűlőszelektált furmintunkat, ami a Mestervölgy, illetve a Kabart. És a borászunk kóstoltatja a furmintot, muskotát, illetve a késői szüretelési bort. És eddig a legnépszerűbb itt a Kabar. Ritka szőlőfajta, elég kis területen termeljük itt Tokajhegy alján, és csak egy pár pincészetnél lehet megvásárolni, és az az egyik mi vagyunk. Milyen fajta ez a bor? A Kabar egy új szőlőfajta, 60-as, 70-es években nemesítették, és korán érő fajta, kiválóan aszusodik. A bor nem csak most kiváló, hanem nagyon jól érik palackban, tehát egy pár év múlva még kiválóbb, egy nagyon szép palackbukéval kóstolható bor. A saját boraink közül mi a Mestervölgy dűlőben készült dűlőszelektált furmintunkra vagyunk a legbüszkébbek, illetve Kancler András a borászunk, aki most már évek óta készíti a borokat, illetve az édes borainkra vagyunk még nagyon büszkék, főleg az egyikre, egy kövérszőlőre, aminek a nevét az édes semmittevést adtuk a bor nevének. Azért is, mert egy 2004-ben visszakerült fajta, ami őshonos fajta volt egyébként hegyalján, azt telepítették újra, és mi nekünk abból van egy területünk, és onnan egy ilyen bort lehozunk, ami igazából nagyon kevesen készítenek ilyet. Nem tudom megállni a kérdést, milyen lesz a 2015-ös évjárat? Hát erre én is kíváncsi voltam, úgyhogy mindenhol föltettem a kérdést, és ne felejtsük el, hogy nagyon jó szőlők vannak, és jó szőlőkből lehet csak jó bort készíteni, de... hogy ne én mondjam el, hát vannak itt szakértők. A 13-as és a 14-es egy ilyen jó erős középévjáratok voltak, most 2015-ben viszont úgy néz ki, hogy most le tudunk durrantani, mert most nagyon jól néz ki minden. Ha rosszkor jön az eső, illetve rosszkor jön a napsütés, túlságosan sok napsütés, akkor megég a szőlő. Tehát mindenből csak annyi, ami szükséges. A rosszkor jövő eső, ha lerohassza a szőlőt, akkor sajnos az aszú készítése már abban az évben nem lehetséges. Tehát de ugye, az évben lehet? Hát ezt még nem tudjuk pontosan. Egy jó évjáratban maximum 65 ezer palac bor készül. Egyszerűen nem próbálunk meg minden évjáratban minden bort elkészíteni. Érzékszervi kóstás laborálás útján, ha egy adott szőlőfajta nem hozza azt, ami elvárható, hogy egy holdvölgy minőségű bor készüljön belőle, a szőlőként tovább értékesítjük és nem dolgozzuk fel. Úgy gondoljuk, hogy könnyű eljátszani a fogyasztók kegyeit egy adott esetben nem olyan minőségű bor forgalomba hozatalával, azokat az embereket eltávolíthatnánk magunk mellő, akit kemény munkával itt Magyarországon is egy év alatt a pincészet fogyasztói közé olvasztottunk be. Ma már a borfogyasztóknak a 90%-a, vagy mondom így a zöme, már ért a borokhoz, és nem iszta meg azt a bort, amit úgy gondol, hogy ez neki nem ízlik. Hiába bárki készítette, hiába van palacba, és lehet, hogy drága vagy olcsó. Annyira már mindenki ért hozzá, hogy meg tudja állapítani, hogy igen, nekem ez a bor ízlik, vagy egyáltalán ez tényleg jó bor, vagy nem jó bor, vagy
hogy mit gondol róla, és most már nem lehet átvenni a közönséget, most már értenek hozzá. Apropó árak. Nagyon-nagyon különböző ár kategóriákat fedeztünk föl. Hogyan lövitek be az árakat általában? Az, hogy egy bor mennyibe kerül, az nagyon fontos, hogy hogyan készítették a bort. Az onnan indul, hogy milyen szőlőből készült, a szőlőnek az előadási költsége, nem mindegy, hogy egy sík vidéken van a szőlő, vagy egy hegyoldalban, nem mindegy a fajta sem, onnan, hogy mennyi szőlőtelen egy hektáron, az meleve bekategorizálja azt, hogy milyen a szőlőnek az ára, ami bekerül a pincébe, és itt a következő a pincében, hogy milyen hordóba kerül, mennyi idő múlva kerül mondjuk piacra, az sem mindegy, úgyhogy ez mind-mind befolyásoló tényezők, hány évi volt a pincében, hány palack van belőle még hátra a raktárban, ezek mind-mind befolyásolják az árat, és így ki van alakítva. Lilla, azt még meg akartam kérdezni, hogy hány palackkal tértettek haza Máléval? Semmi baj, majd kivágjuk. Ez élő. Ja, akkor kérdezem máshol. Hány palackkal tértetek haza a Rallyról? Egyszer mint 100 tele volt a csomagtartó, és ott volt egy olyan feladat is, hogy meg kellett tippelni, hogy mennyit nyom a kocsi súlya borokkal együtt, aztán utána megmérték. És te mennyit tévedtél? Nem sokat, mint egy másfél tonnát. A háttérben éppen a saját versenyzőtársait végzik a feladatot. Kommentáld, légyen kedves! Ugye a feladat lényege, hogy a rendszámtábla közepével a célkereszt közepét eltalálni. Úgy látom, még egy taktikai egyeztetés folyik a feladatról, hogy... Hogy egyáltalán mi a feladat? Mi a feladat? Nem tudom, nagyon drukkolok nekik, mert egy ilyen törpe autóval ez nem egy feltétlenül egyszerű feladat. Én úgy gondolom, hogy ez az itinerben nem szerepelt ez a feladat. Kilométerekre álltunk meg. Én azt gondolom, hogy ezzel a kóvájgó díjra már kapásból esélyesek vagyunk ezen a mostani rali. Na akkor most tisztázunk valamit. Mi az a kóvájgó díj? Igazából ez a kóborlók kupája, ez az utolsó helyezettnek jár, és legalább annyira nehéz megszerezni, mint az első helyet. Nagyon sokan pályáznak rá. Egyébként az utolsó, aki a legtöbb hibapontot gyűjti össze. Tehát mindenhonnan végigcsinálja a pályát, tehát minden helyszínen ott van, mindent kitölt, csak a legtöbb hibaponttal. Nem olyan egyszerű. Ha már az eredményekről beszélünk, te hanyadik helyen végeztél? Hát most 100-ból azt hiszem, hogy a 97. 98. helyen nem néztem pontosan. Hát akkor végül is, hogyha hátulról számoljuk, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök egy dobogós versenyzőt, Vaur Lilla személyében. Kommentálhatnál, tábornok úr, miniszter úr, ex-miniszter úrnak a teljesítményét? Nagyon óvatosan bánik a hordóval. A keze munkáján látszik, hogy megfontolt. Folyamatosan felteszi azt a jogi kérdést, hogy nem árt-e nagyon a hordónak ez a fajta mozdulatsor. És most jön a neheze. Sikerült. És nem lesz. Nekem kellett megcsinálni. Sok minden kosoltam én már itt nálatok, de még pezsgőt soha. Ez új termék? Igen. Tulajdonképpen ezt a pezsgőt 2 évvel ezelőtt volt nálunk egy német csapat, akik között volt egy luxemburgi úriember is, a Bernard Massar pezsgőpincének a tulajdonosa vagy vezetője, és ő kitalálta, hogy tőlünk szeretne pezsgő alapbort venni. Csináltunk neki pezsgő alapbort, de utána akkor már csináltunk magunknak is, és ebből csináltattunk pezsgőt. Így keletkezett ez a Chardonnay pezsgő. Beneveztük Berlinbe egy borversenyre, ahol kapott egy aranyérmet úgy tévedésből. Nem túl száraz, de nem is édes. Nem, egy fél száraz. Magyarországon ennél általában még édesebb pezsgőt szeretnek, viszont ha a szakembert megkérdezik, a szakember meg szárazabbat. Így került valahol ez a fél száraz kategória. Hogyan zárul ez az esemény, ez a verseny? Megörültök a célkapun, és aztán célfotó vagy zászlólengetés? A cél az ebben az esetben Gyöngyösön volt a föltéren, ahogy megérkeztek a kocsik, a főtéren egy színpadon szórakoztatták különböző műsorokkal a gyülekező rali versenyzőket és a gyöngyösieket.
láttam, hogy nem csak díjakat osztottak ki, hanem egy borítékot is átadtak. Igen, idén Fehér György kiváló újságírónak, aki egyébként sokszoros rali győztes volt, a gyógyulásához gyűjtöttünk jótékonysági célból pénzt. Egyébként ez borárverésből volt, és eznek mindig hagyománya van. Hölgyeim és uraim, a 69-es rajtszámmal Fekete László, Ponyó Kamiáj és Tóth Róbert a jubileumi 20. Magyar Borok útja ralli nyertes triója. Szívből gratulálunk! Fantasztikus eredményt hajtottatok végre, gondolom valamennyi ügyességi feladatok a leggyorsabban. A kreszt maximálisan betartva, de mégis rettentően gyorsan teljesítettétek ezt az 1000 kilométert. Örülök, hogy itt volt újra a rally, örülök, hogy tudtunk újat mutatni, és remélem, hogy a csapat jól érezte magát. Reméljük, hogy ez a mostani egy nap, szűk egy nap is kellemes volt, és vissza fognak térni a vendégek. A boros lehetőségeket nem hagytátok ki szerintem? Nem, én nem hagytam ki, az előző két nap végig kihasználtam mindegyiket, mert hogy ő vezetett. Ez az első óra, amikor nem én vezetek, úgyhogy ezért is van a kezemben egy korty bor, úgyhogy egészségetekre. Három nap, három borvidék, 20 állomás, 30 családi borászat, 100 induló autó, 230 versenyző és 1000 kilométer. Fergeteges hangulat, balesetmentes közlekedés. Ennyiben összefoglalható azt gondolom, ami ezt a 20. jubileumi Magyar Borok útját jellemzi számokban. Amit számokkal nem lehet kifejezni, az az érzés. Azt gondolom újabb és újabb barátságok születtek, nem csak emberek között, hanem emberek és borok tájegységek között is. Már az elején néztük a ponttáblázatot, és nagyon jól álltunk, és nagyon izgultunk rajta, hogy a dobogón legyünk. Harmadikként futottunk neki, és tavaly én azt mondtam, idén azért jövünk, hogy megnyerjük. Szerintem jövőre azért jövünk, hogy megnyerjük. Büszke vagyok a csapatra, talán egy kicsit büszke vagyok magamra is, hogy sikerült egy ilyen életre szóló, aranyos, jópofa játékot kitalálnunk, ami 20 éven keresztül több tízezer embernek a játéka, szórakozása, plusz karambol nem volt. Lila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Igazán jó bulinak tűnik ez az egész. Arra gondoltam, hogy akár el is indulhatnánk jövőre, akár együtt is. Hogy lehet erre benevezni? Köszönöm is neked egy nevezési lapot, itt van, és a rajta levő bankszámlára tudod utalni a nevezési díjat. Bankszámlára? Hát ez a verseny, ez nem ingyenes? Na jó van, akkor hogyha ez ennyire vicces, akkor itt hagyjuk abba. Megköszönöm a kedves nézők figyelmét. Ennyi volt a Magyar Borok útja ralliról, a 20. Magyar Borok útja ralliról készült összeállításunk. Külön köszönet Paul Lidlának azért, hogy itt ezt az exkluzív interjút adta számunkra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk jövőre is. A viszontlátásra.